ride comes a horseman known as Zorro. His bold renegade carves a Z with his blade. A Z Zorro. That stands for Zorro. Zorro Romanzo. Zorro, the fox so cunning and free. Zorro, who makes the sign of the Z. Valami baj van, kommandante? Ugyan mi baj lenne, őrmester? Akkor miért tartunk még? Hogy vessünk egy pillantást a jövőnkre, amelyben nem szerepel többé a Los Angeles-i parancsnokság magányos kapitánya, hanem Don Enrique Sanchez Monasterio, a Torres birtok teljhatalmú ura. És a gyönyörű Elena jegyese. A lovasok várjanak itt, amíg el nem érjük a kaput. Aztán vegyék körül a Torres farmot, de diszkréten, kis távolságból, és figyeljék, nem szökik-e meg Don Nacho. Igenis, kommandante. Hallottátok a parancsot? Egy lovas monasztáriú katonai közül és a kapitány kocsia. Lehet, hogy nem jelent semmit. De az is lehet, hogy Don Nacho meggondolatlanul hazament, mielőtt Monterreybe utazott volna. Ez esetben figyelmeztetnünk kell. És ne feledd, te nem csak néma vagy, hanem süket is. Nagyon vigyázz, apám. Nem szabad időt veszítened. Minden késedelem végzetes lehet. Igen, mióta Monasterio kapitány Kaliforniába érkezett. Remélem, rá tudom beszélni a kormányzót, hogy ezt az embert elmozdítsa a helyéről. Vigyázzatok magatokra. Gyújtsatok gyertyát megmentőn tiszteletére. Akiről csak annyit tudok, hogy a neve Zorro. Ha ő nem segít, én már nem élnék. Ne, ne, csak ezt ne, gyere! Erre most nincs idő, azonnal beszélnem kell Don Nacho. Doña Luisa. Don Diego. Ezer bocsánat, Doña Luisa. Elena, kellemetlen kötelesség, de én vagyok a rossz hírhozója. Apámról van szó. Beszélj gyorsan. Hol van most? Monasterio kapitány éppen ide tart. Figyelmeztetni akartam Don Nachót, ha hazajött, mielőtt Monterreybe menne. Köszönjük a figyelmességét, Don Diego, de az uram nincs itthon. Úton van Monterrey felé, hogy a kormányzóval beszéljen. Elena, kérd meg Ricardot, hogy hozzon bort a vendégünknek. Mondd meg apának, hogy rejtőzön el a pincében. Don Nacho ezúttal nem menekül. García őrmester, ne olyan nevesen. Az ember nem ront be a leendő apósa házába kivont karddal, inkább mosolyogva, olajággal. Igen is. Nézd meg, hogy az őrök elfoglalták-e állásaikat. Igen is, kapitány. Mit keresel te itt? Kapitány! Kérek engedélyt jelenteni. Az őrök a helyükön állnak? Igen, kapitány. A házat körülvették. Mostantól senki nem tud kiszökni a kerítésen túlra. Egy pillanatra elfelejtettem, hogy ez a szerencsétlen nem hal. Rendben van. Most próbálj meg úgy viselkedni, mint egy nemes, igen, ha nem megy, utánoz engem. Na, igen, kapitány. Jó van, barátom. Majd én ajtót nyitok, anyám. Monasterio kapitány. Buenos tardes, señorita. Elena. Ha ez lehetséges, maga még sokkal szebb, mint valaha. Minek köszönhetjük ezt a váratlan látogatást, Monasterio kapitány? Ez csak az édesapjára tartozik, és nekem a legfájdalmasabb. Lenne kedves bekísérni az édesanyjához? A szalomban van. Ezennel bemutatom García őrmestert. Thank you.
Luisa. De la Vega? Monasztárió kapitánynak fájdalmas kötelességet kell teljesítenie. Személyesen óhajtja elmondani neked. Valami rejtélyes oknál fogva a kapitán kötelességei rendre fájdalmasak, mármint a kaliforniaiaknak. Jobb, ha vigyáz a szájára, szenyor, ha csak nem akar a hazaárulás vágyával szembenézni, mint a ház gazdája, szenyor Torres. A vád alaptalan. Mindenki tudja. Hiszek magának, szenyorita, és biztos vagyok benne, hogy édesapjának igazságot szolgáltatnak. Tisztemnél fogva néha kellemetlen dolgokat is magamra kell vállalnom. A törvény szerint édesapjának a bíróság elé kell állnia. Megértem, hogy vonakodnak választ adni a hollétére vonatkozóan, de minden ellenállás hátráltatja az igazságszolgáltatás munkáját, és megfelelő büntetést von maga után. Megkérhetem önöket, hölgyeim, hogy válaszoljanak a kérdésemre. Hol van Don Nacho? Don Nacho nincs itt. Úton van Monterrey felé. A kormányzónál akar fellebbezni az ügyében. Ez esetben megengedi, hogy átkutassuk a birtokot. Kétségtelen, hogy merő formalitás, de a kötelességünket teljesíteni kell. Engedelmével, Doña Luisa. Parancsoljanak. Őrmester! Tiéd az alsó szint és a pince, enyém meg a felső szobák. Igenis, kapitán. A pince teljesen sötét. Jöjjön velem a konyhába, adok egy gyertyát. Egy pillanat, kisasszony. Úgy gondolom, ez a gyertya tökéletesen megfelel. Tessék, őrmester. Várjon, sokat hallottam Don Nacho híres pincéjéről, magával tartok. Köszönöm a könyvet, amit kölcsönadott Doña Luisa. Nagyon szeretem Platont. Igyekszem kiolvasni, hamarosan visszahozom. Csak ön után, őrmester. Bennem a pince mindig líra érzéseket ébreszt, maga hogy van ez? Ó, bennem csak szomjúságot, de kérem, ne vonja el a figyelmemet, nekem teljesítenem kell a kötelességemet. Hagyja most a kötelességet, őrmester, amint látja, a pincének mindössze egy ajtaja van. Ezt nem hagyhatjuk ki, ha? Arra gondolok, milyen szörnyű lett volna, hogy a parancsnok eljött a fönti szobákat vissza rá. Megenged? Hát persze, természetesen, Don Diego, tessék csak. Ez az. Ez csak óbor lehet. Bízza rám, őrmester, semmivel nem téveszteném össze. De maga is kipróbálja. Természetesen. Élvezze ki a bukéját, őrmester. Egyetlen parfüm se lehet ilyen. Örjítő. A parfüm szaglása való, de a bor ívása, Don Diego, adja ide, nagyon kérem. De most már muszáj körülnéznem. Jaj, őrmester, ne vigye túlzásba. Nem árt néha lazítani. Nézzük, mi van ebben. Most pedig csukja be a szemét, és élvezze ki az egészet. Mi volt ez? Biztos egy egér. Na hát hallottam, hogy megmozdultak a hordók. Talán egy nagy egér volt, egy patkány. Át kell kutatom a pincét. Garcia, őrmester. Igen. Tosztot. Tosztot? Mégpedig ő felségére. Igen. Ő felségére. Most a királynőre. A királynőre. Van nekünk királynőnk? Elnézést, összekeverem Angliával. Akkor a kormányzóra. A kormányzóra. És a királynőre is. Bármi történjék is, Doña Luisa, megteszek minden tőlem telhetőt, hogy kegyed és a kisasszony továbbra is itt maradhasson. Ugyan miért nem maradhatnánk? Ha nem tudnák a hazaárulónak az a sorsa, hogy elkobozzák minden vagyonát. Őrmester, ha valaki ilyen kitűnő képességű katona, mint maga, nem tudom megérteni. Miért nem kap tiszti hangot? Ezt én sem tudom megérteni, Don Diego, de hát a kapitányom mindig türelemre hint. A kapitány nagyon intelligens ember. De hát bizony úgy vág az agya, eléri, amit akar. Most például ezt a farmot akarja. Ezért keresi Don Nachot, és ezért akarja eltenni láb alól.
Így akarja megszerezni a Torres birtokot, és egy füst alatt a leányzó kezét. De most megvan! Várjon, őrmester! Várjon, segítek elkapni! Köszönöm, Don Diego! Álltsa meg, Don Diego, álltsa meg! Álltsa meg! Már vigyázom, gurul a hordó! Állítsa meg a hordót, kérem! Állítsa már meg! Don Diego! Monasztárió kapitány, azonnal hagyja el a házat. Anyám nagyon feldúlt lelki állapotban van. Kérem, várjon odakint a ház előtt a kertben. Én addig megnyugtatom őt. Rendben van. Engedelmével, Doña Luisa, Elena. Hol van Don Nacho? De hol? Ja, a hálószobában. És monasztárió? A kertben? Tegyünk úgy, mintha szívesen fogadnánk monasztárió kegyeit. Ez az egyetlen esélyünk. Olyan áldozat ez, amit apád soha nem fogadna el tőled. Nekem sem könnyű rászánnom magam. Ha Benitóra gondolok, de az édesapám fontosabb. Nekem is vannak anyai kötelességeim. Imádkozom mindannyiunkért. Beszéltem anyámmal. Sikerült jobb belátásra bírnom. Nagyon örülök. Nem fogja megbánni, kisasszony. Ha a szívem megdobban, sokkal bőgezőbb vagyok. Sing of the lovely Elena, a lady so charming and sweet. I bring all my songs to Elena and lay all my dreams at her feet. I know that the fair señorita has lovers who tremble and sigh. They long for a smile from Elena, but no one longs longer than I. Her lovers are many, all dashing and strong, but I'll win Elena with sweet words of song. I dream of the lovely Elena. I pray she will soon understand. My fate is to love her forever, for she holds my heart in her hand. Ez nagyon szép volt, Diego. Igazán örülök, hogy tetszett, Elena. Magának is, kapitány. Elnézést, kommandant. Végeztem az alsó szint átkutatásával, és biztosan állíthatom, hogy Don Nacho nincs a pincében. Már. Ki kellett ürítened a hordókat, hogy erről meggyőződj? Szó sincs róla, kommandant. Te még rengeteg. Ez nem érdekel. Még egyszer átkutatjuk az alsó helységeket. Ja. Gyerünk, indulás! Gyerünk! Gyerünk, érjünk ebben! Mozgás, süket vagy! Gyerünk! Mozgás, menj fölfelé! Mozgás, te ökör! Igen. Várjon, kapitány, segítek a kutatásban. A szerelemben vetétársak vagyunk, de ez más. Menjen, ne tartson föl, de levéga. Ja. Ebben sem nem találtam. Szóval ott nincs. Ez kinek a szobály? Az enyém. Átkutatni. Igenis, kapitány. Kösz. Nincs. Ah, most azt. Ott csak a leányom személyes holmia található. Személyes holmia. Igen, ez igaz. Kizárólag személyes dolgok. Örmester, állítsd elő az árulót, aztán tartóztasd le Don Diegot bűnpártolásért. Don Nacho, jöjjön ki! Kérem.
Senki sincs, nincs itten, kommandante. Pedig itt lesz valahol, ezekben a szobákban. És ez a szoba? Az enyém. Be van zárva. Kérem a kulcsot. Hát semmi tapintat nincs magában. Megmondtam már, szenyorita, a kötelességemet végzem, értse meg. Kommandante, kérem, tartsa tiszteletben Doña Luisa óhaját. Gátsz, őrmester! Igenis, kapitány! Törd be ezt az ajtót a válladdal. A vállammal. Mire válsz még? Én. Őrmester! Ebben a szoknyában sincs kapitány. Kelj már fel a földről, te idióta! És az az ajtó? Igen. Oda nézzen! Miért? Mi van ott? A naplemente csodálatos. Nem azért jöttem, hogy naplementét bámuljak. No, itt sincs, kapitány. Nos, elégedett, kommandante? Nem. Egy felnyergelt lovat láttunk, amikor beléptünk a kapun. E szerint Torresnek itt kellett lennie, vagy jönni fog. Ez az, megvan. Meg akarja várni a sötétedést. Őrmester, mondd meg a lovasoknak, jöjjenek ide. Igenis, kapitány. Mi sem leszünk tétlenek. Kommandante, tényleg azt gondolja, hogy Don Nacho visszajön? Egészen biztos vagyok benne. Volt ez, kommandante? Miről beszél? Az ajtó mögött. Úgy hallatszott, mint valami fémcsikorgás, vagy malacsillítás, vagy ilyesmi. Jó lenne, ha megnézné. Nem bánom. Vigyázzon, lehet, hogy fegyver van nála. Biztos benne, hogy hallott valamit? Hol biztos? Emlékszem. Figyelje csak. Nincsenek rendben az idegei, ön hallucinál. Hát igen, lehet, hogy igaza van. Oda nézzen, Zorro! Bernardo, vidd innen ezeket a cserepeket. Remekül sikerült. Nem szabad magunkra haragítanunk. Szükségünk van a jó indulatára apa érdekében. De akkor sem egyezhetek bele ilyesmibe. És apa halálába igen. Doña Luisa! Elena! Jöjjenek gyorsan! Monasztárió kapitány. Mi történt? Megsebesült? Biztosan megszédült, ahogy átesett a korláton. Beviszem Don Nacho szobájába, hozzanak egy kis vizet. Ó, szerencsétlen, meg is sebesült. Valami gyanúsat észlelt, azt hitte Don Nacho jár odalenn. Csak azt nem értem, miért lett olyan izgatott. Ha Don Nacho itt lenne, akkor sem tudna elszökni, hiszen a házat figyelik. Az egyetlen, akire nem tüzelnek, az a parancsnok uniform is. Még én se tudnék elmenni az engedélye nélkül. Jaj, bocsánat. Jobb, ha most szívok egy kis friss levegőt. Ha Don Diego-ban is lenne annyi bátorság, mint apában, tudna nekünk segíteni. Már segített is nekünk. Mindjárt besötétedik, sietni kell. Mit akarsz tenni, Nacho? Diego mondta, hogy a kapitány egyenruhájára nem tüzelnek a katonák, hallottad? És a kapitány azt visz ki magával a házból, akit csak akar. Hozd gyorsan a köpenyeművét. Diego! Elmégy? Elfogadta Monasztárió házassági ajánlatát. Anyám és én elhagyjuk a várost vele. Hát, azt mondják, győzzen a jobb. Sok boldogságot kívánok. Hívhatom a kocsit?
Köszönöm. Köszönök mindent, Diego. Imádkozz értünk. A kapitány távozni készül, hozd a kocsit. De mi lesz a tervezett csapdával? A terv sikerült. Csak a kapitány esett bele. A szerelem csapdájára. Most majd a jövendő apósának állíthat új csapdát. Nem hiszem. A lovakat, gyorsan a lovakat! A kapitány elmegy. Szívből gratulálok, komandante. És kegyed neki, szenyorita. Bizonyára pampás mennyegző lesz. Vezényed gyorsan, te ökölt. Ja, igenis, kapitány. Hallotta a parancsot, szóljon a kocsisnak. Igen, hallottad, kocsis, gyorsan hajtsatok, mozgás! Hát ez szép munka volt. Most ideje, hogy jöjjön Zorro. Miféle ördög bújt ebbe a kocsisba? Hé! Állítsa meg a lovakat, nem Los Angeles felé megyünk! A kapitány parancsa! Pardon, komandante, de ez az út nem jó. Tehát maga nem is a komandante. Rászedszek, becsaptak! Zorro! Üljön fel egy lóra, Donnácsó! Aki megmozdul, azt keresztül döfön. Köszönet a lováért, őrmester. Majd mindenütt elmesélem, milyen segítőkésznek bizonyult. Vissza a Torres birtokra! Azonnal! A viszontlátásra, uraim! Kommandante, mi történt? Ó, hát ez itt... Ó, bocsánat! Hol voltál most a Lightöker? Már órák óta itt fekszem. Nagyon röstelem, kapitány, de azt hittem Donnácsóról, hogy maga az, csak az egyenruhája egy kicsit bő volt. Csak nem fogyott le, kapitány. Azt hitted? Csupa hülyére vagyok körülnéve. Mindenki tudja, hogy Diego egy... Ez az. Hol van Diego de la Vega? Nem tudom, kapitány. Nem tudod, nem. Hol van Diego de la Vega? Én nem tudom. De akkor tudta, amikor segített a férjének az árulónak megszökni. A boros pince. Hát igen, de la Vega. Én megpróbáltam figyelmeztetni.